A jó dolgokért néha meg kell szenvedni, mi most egy 220 km-es autózással indítottuk a napot, mert hogy a debreceni futómű webshop fék és futómű szerviz felajánlotta, hogy rendbeszedi az Astra futóművét. Úgyhogy a munkálatok megkezdődtek, reméljük nap végén úgy megyünk haza, hogy nem borulunk le az útról. Azért ez egy 20 éves autó. Igen. Szaknyelven van az remek terminus technicus, hogy beszopódás. Hol tudunk beszopódni? Mindenhol. Mindenhol. Hát igen, ez az autó a korából adódóan és az adottságaiból adódóan is szeret összeroadni a csavarok minden mindennel. Főleg akkor, hogyha nem tartották karban. Nem cserélgettek alkatrészeket, és most rázzúgrú ez a teher, hogy egyben mindent. Értem. Megijesztettél a hátsó híddel és a fékkel. Igen. Ott mire számíthatunk? Az a baj, hogy ez egy összetett dolog, egy aprócska alkatrész, pár ezer forintos tétel, de a cseréje az egy irgalmatlan nagy munka. Le kell vinni a komplett hátsó hidat és járulékos költségekben. Mert bocs, a szilentekről van szó, ha jól így tudom. Így van, a híd szilent. Miért kell szétbontani a szilent cseréhez a féket? Hát azért, mert a komplett hátsó hidat le kell venni. Ah. És a hátsó hídhoz csatlakoznak fékcsövek, rugók, lengéscsillapítók, aminek az oldása mind olyan, hogy vagy sikerül, vagy nem. Tehát vagy kell új alkatrészbe építeni, vagy nem. Te esetedben jó, mert mindenből újat kapsz, de egyébként ezzel számolni kell. És sokan emiatt se cserélik ki. Uh-huh. Mert félnek a járulékos költségektől, igen. Mert mondom, a szilent az nem egy nagy dolog, se árban, se mint alkatrész, viszont annak a kicserélése majdnem egy egész napot vesz igénybe. Ez alatt az autó alatt egy olyan futómű van, ami az utcai autók 90%-a alatt. Hátul híd, elől pedig a McPherson. Mennyire számít ez problémásnak az F-Astra? Ez inkább egy ilyen túlépített, vagy egy ilyen érzékenyebb autó? Nem, tehát ez egy strapabíró erős konstrukció. Gond nélkül el tud menni sok-sok tízzel kilométert, mondhatni igénytelen is, mert nagyon nem lehet rajta mit karban tartani, sőt állítani se hátsó futóművön. Ha már egy modernebb autóról beszélünk, ahol alul vagy öntvénylengőkarok vannak, azok sokkal kényesebbek, mind az úthibára, minden vezetési stílusra, bármire hamarabb tönkre tudnak menni. És pont ezért van az, hogy mikor már összetett a probléma, akkor jön az ügyfél, mert akkor érzi. Tehát nem időközben. Sokáig nem derül ki. Így van. És azt emlegetted ezeket a mindenféle hidegen kovácsolt alumínium alkatrészeket és hasonlókat, amiket jellemzően van, hogy csak egybe lehet cserélni. Itt még megoldható külön a szilentek cseréje mondjuk az első lengőkarban, vagy már itt is az alkatrészt egyben illik cserélni? Megoldható, de egyben illik cserélni. Ennek egyszerű oka van az, hogy gyorsabb maga a munkamenet, hogyha kiveszünk egy lengőkart és beteszünk egy újat, mi ne kellünk préselgetni és szilentezni. Ráadásul benne van az a rizikófaktor, hogy egy szilentpréselés nem sikerül, egy talpas nem pontosan úgy illeszkedik, és ezért szoktam azt mondani, hogy egyben jobb cserélni. Olcsóbb is, mert ha végén azt nézzük, munkadíjban sokkal olcsóbb, mert nem 4 óra hossz, amire kibepréselgetjük, hanem csak kiszereljük, beszerelünk, futóművet állítunk és kész az autó. Gondolom ennél a lengőkar az két préselt lemez hegesztve. Igen. És ezt is akartam mondani, hogyha most van ebben a lengőkarban egy talpas két szilent, most ha kicseréljük a talpast és a két szilentet, még maga a lengőkar az még mindig egy 20 éves lengőkar, ami korodálhat. Tehát még a lengőkar maga még mindig nem új. Melyek azok az autók, amiknek a legolcsóbban fenntartható a futóműve most az utcán futó átlag autók közül? Hát most így típus nem is említenék, hanem az ilyen acéllengőkaros autók, tehát olyan 2004-ig, és nem prémium autókról beszélek, hanem hétköznapi átlag autókról. Nem tudom nem észrevenni, hogy jön le a kipufogó rendszer, és én nem értek az autókhoz annyira, de hogy az nem része a futóműnek. Mi történik? Hát igen, a bölcsöt le kell venni, ahhoz le kell venni a kipufogó rendszert, hogy a srácok könnyebben hozzáférjenek az alkatrészekhez. Így, mivel minden cseré van, így sokkal egyszerűbb lesz a kint összerakni az autót és visszarakni a helyére. Ezt sokan nem látják át, mikor beülnek csak egy lengőkarcserére, hogy mennyi megbontással járhat csak egy lengőkarcsere, vagy csak egy szilencsere is. És mennyi alkatrész kell ahhoz megbontani, hogy ez sikeres legyen. Én sem gondoltam volna, hogy egy lengőkarcserének ki kell venni a bölcsőt. Pedig a YouTube-on 3 perc alatt megvan egy lengőkarcsere.
Azt hallottam, hogy ugye mivel az útnak az utas oldali oldala van jobban szétesve, ezért általában az az oldal pusztul el jobban. Mit látunk most ezen a feltehetően hát legalább 20 éves gyári lengőkoron? Hát ez már nem kivehető belőle, hogy gyári vagy nem gyári, azért sok felületi rozsdakosz van rajta, de igaz, amit mondtál, a jobb oldala hamarabb tönkre megy, mivel az jár a koszosabb úton és a rossz minőségű útburkolaton. Igazából maga a lengőkar felületi rozsdás és koszosporos, nyilván ez más nem lehet, de átruhadva nincs, korodálva nagyon nincs. A szilentek viszont el vannak benne öregedve és ki vannak repedezve. Ezek a szilentek tömörgumik, vagy esetleg olyanok, mint a modernebb autóknak a motortartóbakja, hogy fel van töltve valamivel a gumiből? Ez tömör, de van olyan is, amiről te beszélsz. Ez mindig a gyártó konstrukciója határozza meg. Olyat fogsz kapni újban is, amiatt az a gyártó választ. Mondok egy példát, mondjuk egy hétköznapi autó Golf 4-es. A sima Golf 4-esnek több helyen van felfüggesztve a szilentje, de például egy GTI-nek vagy egy A3S3-nak már tömör. Ennyivel másabb az első lengőkarja. Jósolj nekünk szilentből, mit látunk itt most? Ha jól gondolom, annak a repedésnek nem kéne ott lennie. Így van, ennek a repedésnek nem kéne itt lennie. Ez egy olyan autó, aminek például az első futóműben a kerékdőlés nem állítható. De ha ráállsz egy futóműállítóra és azt látod, hogy rossz a kerékdőlés, az pont az ilyen hibákból adódik. Az sok-sok kis repedés összead annyit, hogy elmegy negatívban nagyon a kerékdőlés, és nem lehet máshogy visszahozni, hisz nem állítható, hanem új szilent kell. Akkor nem azért állítódik el, mert állítási lehetőséged van, hanem mert mechanikai probléma keletkezik. Így van, elkopik, és a sok kopás összeadódóan már okoz egy rossz futómgömbgeometriát. És akkor a rettegett talpas. Így van, a lengőkar gömbfej, ami szeret nyikorogni, nyeszeregni, hogyha tönkre megy. Az nagyon-nagyon fontos szerepet tölt el a lengőkar és a futómű alkatrészek között, sőt a legfontosabbat, ha ő tönkre megy, akkor kiesik a kerék. Igen, mert ugye az autónak ugye be van építve a lengőkarja, így van. És a csonkálvány tulajdonképpen a két mozgó elemet a futóművel ezt köti össze. Így van. Itt ugye egy darab talpasról beszélünk a F-asztra esetében, van, amiben négy is van, igen. Ami túl bonyolított, persze. Hogyha ez a gumiharang megsérül rajta, megszakad, akkor bejutnak a külső szennyeződések, kosz, víz, mi egymás, és kimossa a benne lévő kenőzsírt. A kenőzsír nem látja el a föl, tehát elkezd a fémfészekben a fémcsap dörzsölődni, mozogni, és előbb-utóbb enged, eltörik. És akkor viszont baj van, mert kokitörik a kerék, kiforrul, biztos láthatok már az út szélén kiforrult kerekű autót, az mindennek az oka. Tehát azt mondtad, hogy ezzel is meg lehet szívni? Így van. Tehát nem F-asztra, hanem más a mérete. Bármilyen autó, tehát egy típuson belül is lehetnek eltérések, ezt azért mondom, hogy rendeléskor erre figyelni kell, és ha azt látjuk, hogy különböző kónuszméretekkel lehet rendelni egy lengőkart, 16-os, 21-es, teljesen mindegy, milyen méretet mondok. Nem lehet egyik, nem csereszabatos a másikkal, nyilván különböző. Hiszen kúposan ül fel. Így van, de ez igaz a szilentek átmérőjére is, és magasságára is. Tehát simán előfordulhat, hogy egy típuson belül változik? Igen. Tehát nem annyi, hogy bemegyek és kérek egy lengőkart egy 1.6-os Astrához, vagy egy Focushoz, vagy bármihez, hanem igenis a vászszám alapján be kell azonosítani, mert ugyanazt a motort évjáraton belül lehet vászszám korlátozás is. Gyártó azt mondta, hogy kicsi a 16-os, módosított egy idő után 21-esre. És nem fogjuk tudni betenni. Nem feltétlenül van benne a köztudatban. Így van. Ez a futómű kérdéshez. Tehát, hogy látszik ebben valamiféle kulturális fejlődés, hogy odafigyelnek rá, vagy még mindig csak akkor jönnek, amikor már aztán végképp szét van? Így van, sajnos az a tapasztalat, hogy csak akkor jönnek, mikor már nagyon összetett és halmozódott a probléma, mikor minden felújításra szorul, és akkor meg csodálkoznak, hogy miért ment tönkre minden. Hát ez azért van, mert jó, egy futóművet nagyon karbantartani nem lehet, de ha évente minden olajcsere vagy gumizás alkalmával ellenőriztetjük az állapotát, akkor kisebb összegekből javítható, illetve megelőzhető bármiféle probléma. Említettél itt egy Suzuki tulajdonost, egy vasaló Swift-tel. Így van. Bejött az úr, hogy rossz a futóműve, billeg az autó, csörög-zörög. Átnéztük, mindent ki kellett cserélni, tehát lengés, csapító, lengőkkal összekötők, szilentek. Nem nagyon volt jártas az autó alkatrészek világában, ajánlottunk neki egy utángyártott árat, illetve egy gyári alkatrészekből egy árat.
Nyilván mind a kettőt sokalta. Mennyi volt ez a két összeg? Csak hogy képbe helyezik a Igen, tehát egy 150 ezer forint volt az utángyártottból minden, és valami közel 300 lett volna a gyáriból minden. És beszélünk egy jó esetben másfél milliós autóról. Így van, de egy 15 éves autóról, amihez soha semmi nem volt még nyúlva, minden gyári benne. És ha lebontjuk a 150 ezeret, vagy akár a 300 ezeret is a 15 évre, az nem egy emészhetetlen összeg. Egyben fáj, ez tény, minden, nem kis összeg, de hogyha mindig minden évente lett volna, hogy csak első lengéscsapító, vagy csak lengőkar, vagy valamivel foglalkozva, akkor ez eloszlott volna szépen. Uh-huh. És ezt így kellett volna. Másik népszerű típus itthon, amit emlegettél, az E46, ami azért egy tök jó példa, mert annak egy viszonylag komplikált futóműve van már ugye egy átlag autóhoz képest. Hát igen. Ugye a komplikálás abból adódik, hogy egy alulengő kar van benne, két olyan szilenttel, ami hivatalosan nem cserélhető, nem is ajánljuk a cseréjét, kisipar minden megold, de nem szabad. Lényegében ott is az ár az, ami érdekes, tehát mi webáruházunkban árulunk lengőkarszetteket is. Csak egy példát említve, ehhez a típushoz 70 ezer forint egy premium minőségű után gyártott lengőkarszett, amiben benne van minden. Két lengőkar, két stabkar, két kormány összekötő. Illetve van gyári lengőkarszett is hozzá, vagy összeválogatott, kétszer-háromszor több ér. Én azt mondom, hogy nem minden esetben. Tehát a gyári alkatrész a legjobb, ez tény és való. De ha minden esetben vegyük figyelembe az autó értékét és felhasználási jellegét. És hogyha pénztárca barátok akarunk lenni, nem a leggagyibbat kell megvenni, de lehet nyugodtan megbízható utángyártott márkára hagyatkozni. Van egy remek gólyalábunk. Így van, ugye, kikerült csonkál, mit tartunk meg, mi az, amit cserélsz? Maga a csonkálvány marad, kerékcsapágy ellenőrzve volt jó, tehát ehhez nem nyúlunk. A lengéscsillapító betétje cserélhető. Tehát lejön a toronycsapágy, lejön a rugó, porvédők, ki lehet húzni, ezt fellazítjuk, ezt a csavart, ki lehet húzni a lengéscsapítót, berakjuk az új lengéscsapítót, nyilván letakarítva, rozsdamentesítve az egész történet, és akkor új lengéscsillapító, új porvédővel, új toronycsapággyal kerül beszerelésre. Nyilván itt még ellenőrizni kell, hogy rugók nincsenek-e törve, sokszor szokott törve lenni, mert itt ebbe a tányérba felül a kosz, sose tudjuk kimosni, és az megeszi a rugót, el tud pattanni elég hamar. Ami itt fontosnak tartok, hogy ha én az utcán járok az autómmal és vezetem, mondjuk a toronycsapágy döglődésére, miből tudok következtetni? Jellegzetes érzés vagy hang? Általában a toronycsapágy hang az, amikor jön az ügyfél, mert mindent kicseréltünk, de még mindig van hangja az autónak, és olyankor szokott a toronycsapágy lenni a ludas. Mikor felülről halljuk kormánytekerés közben, vagy nagyon pici, rossz útegyenlőségen ilyen pici kopogó hangot, és mondom, forgatjuk a kormányt, akkor lehet hallani, hogy nem úgy fordul már, és akkor az adhat ki hangot. Lényegében a toronycsapágy tartja központosan a lengéscsapító tetejét a toronyban. Szóval ez most ilyen játékosan egyszerűnek tűnik, hogy ez a gátló, ez csak így ide beleugrik a hüvelybe, viszont azt láttam, hogy azért a kivétellel szívtatok. Hát igen. Ez mennyire jellemző? Egyetlen ez a megoldás, hogy ebbe a gólyalába így belemegy maga a gátló betét? Hát ez a megoldás, ez elég ritka. Ezeknél régi Opeleknél fordul csak elő. Igazából az összeszerelés az már magában az könnyen megy, a szétszereléssel vannak problémák. Csak egy öreg autó összerohad, és akkor így kell kiszedni. Ó, nem tudom nem észrevenni, hogy itt kis hegesztési varratok igen, vannak. Igen, mert ez ilyen lemezanya, és hát ez a 20-valahány év az azért az oda rögzítette, és akkor hát ezt így szoktuk megoldani. Ráhegesztesz egy hatra fejet? Igen, ez egy féltengely anya, valami tranzité, és akkor megjük, és akkor egy ilyen jó nagy kulcsa, mint ez, és akkor ez már így megoldja egy jó nagy csővel. Megoldja, minden tekintetben. És akkor így van a nyomaték az úr, és akkor szétszedni, hát már ugye összeszerelésnél ugye ezt így beletesszük,
és akkor nyilván már nem ezzel a megoldással tesszük vissza, hanem ugye itt már látszik, hogy ez szépen kézzel visszamegy, és akkor ezt így visszahúzzuk, és akkor mehet is össze a dolog. Gumi, ugye ezt még azért megnézzük, hogy biztos, hogy jó van a helyén, nem elötyöge a teleszkóp. Ezt még majd meghúzzuk, ez majd megy rá a porvédő, stb. Rugó, és akkor mehet össze még egy toronycsapágy. Az a lényeg, hogy az autóban 400 ezer kilométer alatt legalább egyszer már cseréltek első gátlót, ugyanis ez egy Kajaba gátló, ami most kiugrott belőle. Hát nyilván kuka, úgyhogy jön az új. Most akkor az van, mint a Trabantnál, hogy megfordítjuk a szétszedést és annak mentén összeszereljük, vagy azért itt még vannak buktatók? Pontosan az. Hát nem, van azért buktató. Ugye összeszerelésnél nagyon kell figyelni a helyes sorrendre, meghúzási nyomatékokra, és ami futóműszerelésnél, hát nem mondanám műhelytitoknak, de nagyon fontos, és sokan elhanyagolják, hogy semmilyen csavart nem húzunk fixre. Meghúzzuk érintőre, kocsi lekerül a talpára, kimegy, begurul a műhelyből, és utána a nem csápos, hanem a ólós emelőn, mikor a kocsi súlya nyomja a saját futóját, akkor precízen nyomatékra mindent le kell húzni. Ezzel tudjuk elkerülni azt, hogy ha most meghúzunk egy csavart, a szilentet úgy feszítjük be, hogy lóg az egész futómű. Néztem, hogy a bölcsön például a furatok oválisak, tehát hogy van játékod, tudsz vele játszani, van. Akkor ez ezért? Így van. Az autóipar az azért szereti ezt a megoldást, mert egyszerű, emiatt gondolom olcsó gyártani, és helytakarékos, tehát hogy ez nagyon kevés hasznos teret veszel az autó hátuljából, tud majd lenni a csomagtér meg az utastér. Így van. Milyen probléma tud egyáltalán lenni, hiszen ott egy bekötés, meg itt van két szilent. Így van, tehát ez egy rendkívül strapabíró konstrukció, és ahogy mondtad, tömeggyártásban is, tehát a gyártás költségek csökkentése miatt is használják. Szinte teljesen mindegy, hogy tárcsafékes vagy dobfékes, ugyanúgy kell felrakni egy kerékagyat is. Problémája, ha nem ütjük meg, nem patkázzuk meg, nem karambolzik az autó, mondhatni a két hátsó hídszilent, ami elpusztul, elporlad, az idő megeszi. Ennek a cseréje egy olcsó alkatrész cseréjével könnyen megoldható, viszont maga a munkafázis egy eléggé hosszú dolog, mert ki kell kötni mindent, le kell fűzni mindent, és akkor jöhet a préselés kibe. Ez a préselés, ez mennyire tud problémás lenni? Most azt, hogy jól látom, ennek van itt egy ilyen műanyag, danamid talán a háza. Így van. Hát a préselés mindig veszélyes és beláthatatlan, hogy most könnyen megy, vagy hosszú idő lesz. Nem tudom nem észrevenni, hogy a 20 tonnás prés nem szedte ki a hátsó szilentet. Igen, ez így van. Mekkora a beszopódás mértéke? Nagy ilyenkor van az, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy valahogy ki tudjuk préselni. Hát ugye a préssel az a baj, hogy az egy fix állvány. Három ember tartja egy hátsóidat konkrét esetben, hogy precízen tudjanak nyomást gyakorolni rá. Ez most nem sikerült, úgyhogy a kinyomó szerszámot belerakják most, és vissza irány a prés. Ha ez nem jön össze, akkor láng és fűrész. Miközben ilyen lelkesen kened az orvosi vazelint, hány darab szerszámot gyártottál az Eszterga gépen, mire sikerült kipréselni azt a szilentet? Hát én szerintem 2-3. És ez mennyire gyakori? Ilyen hátsó hibák? Az a baj, hogy vannak ilyen készletek, csak akármennyi készlet, mindig olyan elem nincsen benne, ami kéne. Úgyhogy
Általában ezt mi leszoktuk gyártani méret pontosan, mert látszik is, hogy a szilenc széle, az kb. Műanyag, és hogyha nem pontos a nyomószerszám, akkor ez tönkre megy. Mit csináltok, amikor már minden mindegy? Hát az ilyen szilenteknél még szóba jöhet az, hogy felgyújtjuk, mert annak a szilennek már úgyis mindegy. És ami olvad, az nem tud megszorulni. Így van, ami olvad, az nem tud megszorulni, de általában egyébként így ki szokott jönni mind. Majdnem kész? Majdnem kész, igen. Majdnem kész. Utolsó fázis következik. Igen, és most jön a futóműállítás, így akkor van, most már annyira meg lett bolygatva, hogy gondolom elkerülhetetlen. Természetesen. Minden futóműjavításnak ezzel kell zárulnia. Egy 3D-s futóműállítóval állítjuk a futóművet, gyári paraméterekre, gyári értékekre. Mondtad, hogy azért ilyenkor is van meglepődés, amikor valaki behozza az autót, hogy csak egy futóműállítás lenne. Hát igen, 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 mert a futóműállításnak is rendszeresnek kéne lenni, mint egy átvizsgálásnak, és nagyon sokan elhalasszák, és akár 5-6-8 évente állítanak futóműt, vagy mikor nagyon szükséges megcserélni a futóműt, alkatrészeket is így áll a kormány. És akkor bejönnek, hogy kéne egy futóműállítás, és úgy mennek haza, hogy itt marad az autó. Mert... Igen, mert beszakad a csavar, vagy lazíthatatlan a csavar, vagy alkatrész kell hozzá, tehát ezt is rendszeresen kellene. A ti léptéketekkel ez egy mekkora futómű felújítás volt? Hát egy átlagos. Ez egy átlagos? Aha. És ennél az autónál ez szívás, egyáltalán nem szívás, vagy kicsit szívás? Nem mondanám szívásnak, hisz az a munkánk, tehát annyira nagyon nem szívás, nyilván érhet mindig meglepetés, de egy újabb autónál nagyobb meglepetések is érhetnek. Egy dolog érdekel mindenkit, mennyibe került ez a mutatvány itt most? Hát, hogyha az alkatrészárakra gondolsz, akkor ezek egy prémium minőség után gyártott alkatrészekkel lettek összetéve, és 108 ezer forint a végösszeg az anyagárnak. És a munkadíj? A munkadíj ugye ráment egy nap, tehát 8 óra, 8500 fontos rezsidíjon dolgozunk, viszont ezt három ember csinálta, hogy elkészüljön nektek, úgyhogy hát ki lehet számolni. Tehát akkor bőven így a 2 kiló fölötti. Igen. Nézd, nagyon köszönöm, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, most még megyek vele 200 kilométert, aztán meg majd 3000-et, és beszámolok az élményekről. Oké, és rendben. Köszönjük a lehetőséget.